jön keresztbe a labda, és vezet az Újpest. Benézték a fehérváriak, Bozsovics határozatlanul jött ki, pedig azt mondják, hogy vagy a labda, vagy a baba, de egyik sem volt. És vezet az Újpest a 8. percben, Remili a gólszerző. 0-1. Kavász Péter azt is mondta, hogy szerint ez egy kevés gólos meccs lesz, és egy szerzett góllal meglepetést lehet szerezni. Na nézzük még egyszer, hát Bozsovics teljesen rosszul jött ki. Bozsovics képes meccseket nyerni, de képes meccseket veszíteni is. Óriási hiba. Itt a kereszt belőtt labda. És hát persze nem csak Bozsovicsot lehet károsztatni, hanem a védőt is, aki rosszul számolt, aki a labda ívét.